Hello, hello, srácok! Szevasztok, üdv mindenkinek! Végre itt a hétvége. Már fél lábbal betette magát az ajtón, úgyhogy ennek örömére folytatjuk tovább kellemes kalandjainkat a pokolban és a mennyben is, mert a mai program egyrészt most Diablo, délután meg Stardew, úgyhogy kontrasztba állítjuk a kettő dolgot. Szevasz, Fanny, Nikcsi, Cornél, Santoro, Marci, Mike, Polarbear, Raptor, Xionir, Kira, üdv! Csodálatos reggelt kívánok mindannyiótoknak. Remélem, hogy tényleg már hétvégi hangulatban mindenki chillezik, és hát készen álltok a nyári időjárásra, és nem lesz több vihar. Elegem van. Elég az esőből. Az utóbbi kettő napban annyit esett, de hogy nézem, hétvégén is esni fog. Szombat, zápor. De szombaton füvet kell nyitni, tehát én nem értem, hogy ezt nem lehet megbeszélni az időjárással. Szombaton mindenkinek füvet kell nyírni. Miért esik szombaton? Vasárnap nem nyírhatsz füvet, mert levágják a csodát a szomszédok. És mindig vasárnap van jó idő, szombaton meg szar. De ez az elmúlt egy hónapban mindig így volt. Amúgy botrányborzalom. De tényleg. Soha nem fogok végezni a kerttel. Annyi mindent kell csinálnom a kertbe, és sose tudom befejezni. De az a baj, hogy így még elkezdeni se. Szombaton Comic-Con ne essen az eső. Na, hát akkor kiváló szórakozás mindenkinek. Most lesz a budapesti? Comic-Con, arra gondoltok? Gondolom nem a kaliforniaira. Mész, Mike, úgyhogy jó szórakozást. És mindjárt vége a sulinak is, kicsi nebulók, így van. Meddig van iskola? Jövő hét még, gondolom. Már ott is egyre tovább kell lenni a kicsiknek, szegények. 16-ig. Az jövő hét, csütörtök? Hétközben egyszer csak 15. Aha. Jó, addig van idő megőrizni a józanságomat. 15. Az pont a visszatérő streamem lesz. Ja, mert hogy igen, egyébként közérdekű információ, én hétfőn és kedden nem leszek. Olyan fura belegondolni, hogy pár évvel ezelőtt még hetekkel azelőtt izgultam, meg stresszeltem, meg készültem, hogyha utazás volt, mert ugye hát sose ültem repülőn, nem tudom, 5 évvel ezelőttig. Most meg már így, ja, hétfőn elutazok. Úgyhogy ja, hétfőn, kedden nem leszek, és majd megtudjátok, hogy miért. Instagramon leszek valószínűleg. Ott fogok streamelni, nem, de posztolni majd posztolok. Jó pihit. Hát nem pihenni megyek, de nagyon szépen köszönöm. Én ezt egy szóval nem mondtam, csak azt, hogy nem leszek. De aranyos, hogy feltételezitek, hogy á, nem leszek, melyek pihenni, bazeg. Persze. Melyek nyaralni, há, hogy... Mikor megyek én pihenni, meg? Most voltam beteg. Mondjuk az nem túl pihenős, de... Ha nyaralni megyek, szólok. Nem pihenni megyek, meg semmi ilyen. Dolgozni megyek. Próbajátékra hívtak Manchesterbe, igen. Védőnek. Középső védőnek hívtak Manchesterbe. Így igaz. Pedig strandidő van. Hőmérséklet ügyileg lehet. Mondjuk most itt Pestre 22 fokot ír. Kinek hogy? Viszed majd a gépedet nyaralásra, XD. Igen, látom, hogy nem működnek ezek a közös csatornák, majd valószínűleg egy ilyen téglafal van beépítve a hangom és a ti készüléketek közé, nem baj. Nyomjuk a Diablót, a közben is lehet beszélgetni, folytatjuk tovább onnan, ahol abba hagytuk tegnap. 45-ös szint, és meg fogjuk ismerni elvileg, hogy ez a Shadow Immortal nagyon MMO mechanika, ez egészen pontosan mit jelent, úgyhogy ez a mai terv. Srácok, jó szórakozást és jó pénzköltést ebben a kiváló játékban mindenkinek. Pereg. A kliens is úgy gondolja, hogy pereghet. Meggondolja. Emulator.exe 404. Megy. Hangos menüzene, az minden játékban fontos. Úgy. Egy két riftet lenyomtam tegnap este, úgyhogy meglett a 45-ös szint. Ennyit csináltam streamen kívül. A fizetős login rewardjaimat kérem. Hol a shop? Ott van. De várjál, ez az ingyenes reward. Hol a fizetős rewardom? Ott van. Nagyon jó. Ez az. Ezt vittük. Mik az információk? Kedlek szépen. Elden Rift. Shadow Lottery. Amúgy tegnap ezt a Shadow Lottery... Van ilyen, hogy Shadow Lottery, csak mondom nektek, mert ez nem derült ki tegnap.
el lehet menni a kocsmába, és lehet jelentkezni Shadownak. És akkor vagy kisorsolnak, vagy nem. És rányomtam tegnap este, és elvileg Shadow lettem. De még nem tanította meg a játék, hogy ez mit jelent, de árnyékos lettem. Csak hogy tudjatok róla, most már sötét vagyok. Eddig azt hittétek, hogy nem. Közben a támogatásokat nagyon-nagyon szépen köszönöm, Quest, a cheert, Mi Magical, üdvít köztünk, köszi a feliratkozást, Vénusz a giftet, Nessai Keszege, azt érvassam majd, hogy kecsege, köszi a 9 hónapot, Altair, Nikcsi, Ádám, Magamura, nektek is köszi, és Ricsi, thank you, üdvít a Prime-mal. Nagyon jó, újabb intelligens Prime felhasználók, kiváló. Na, küldetések. Let's see. Igen, el kell mennünk valami bazilikába, ahol megtanítják nekünk, hogy mi ez a Shadow Immortal téma. Most belevágunk egyből. Szevasztok, akinek reggel van, jó reggelt, üdvüdv. As it has been. So shall it be. Igen, ugye találkoztunk itt a titkos üzenet által ezekkel az unspoken szellemekkel. You are powerful, filled with a strength only suffering can provide. Úgyhogy ő most majd itt elmondja nekünk, hogy mi van. Milyen szép templony van itt. Tele van Westmarch így helyekkel, ahol eddig így nem is jártunk, pedig tök jól néz ki. Aha, ide lerakjuk ezt a tekercset. Igen. I can't keep my eyes open. Standing in the ancient city of Corvus. Igen. Deodessa the Builder bestowed the eternal crown upon her son, Kion. Aha. Fueled by the artifact's power, Kion formed the Immortals. Ott van, ki mondta? Swore to protect Sanctuary from the burning hills. But he would not do so unwatched. Knowing that power corrupts, Deodessa charged her daughter Akiba with a heavy burden. It would be her job to ensure the immortals were forever worthy of this gift. Mm-hmm. Should they ever fall to the burning hills, Akiba and her shadows would take their place as the defenders of Sanctuary. Ah, okay. Szóval lore szerint úgy működik ez a dolog, hogy vannak a kiválasztottak, az immortálok, akik védelmezik a világot a pokol démonaitól, és hogyha ők egy idő után nem minősülnek méltónak, akkor a shadowok, az árnyékok átveszik a helyüket. Kapis? Tehát gondolom így működik a játékmechanika, hogy egy kiválasztott klán, vagy kiválasztott klánok, vagy emberek megkapják az immortál rangot az egyik héten, és akkor a shadowok elvehetik tőlük, hogyha nem méltóak rá. Így nagyjából. This cycle is eternal. As you will come to learn, they are the immortals and the shadows. Visit the historical archivist. Jó. Na, hogy ez gameplay mechanikában mit jelent, hogy aki immortál, az mit tud csinálni, meg aki shadow mit tud csinálni, hát reméljük, hogy megtudjuk. Update elődött a scrollunk. Nagyon jó. Elmegyünk és beszélünk tovább emberekkel, akik majd ezt jól elmondják nekünk. 500 ember lehet immortál szerverenként, közben Péter mondja az infót. Köszi, köszi. Na jó, de mikor kell ölnöm démonokat, és hol van a legendárim? Tegnap lement egy stream, végig egyetlen legendári drop nélkül, hogy rohadjanak meg. Welcome. Here for tales of Westmarch's august immortals. For you, I can share the deep truths. Jó, akkor osszad meg az igazságot. Wall of Honor. Ott vannak az immortálisok. Oda nézzél. Ott a halhatatlan, megbaszó angyali védő, Kion. That scroll is only found by those truly capable of defending Sanctuary. But power can lead to corruption or sloth. If you know how to fight demons without inviting corruption, I'm listening. Igen. Odaadjuk neki a scrollt, azt mondja, csak a méltó embereknek jelenik meg ez a tekercs.
Én erős vagyok és méltó. Hadd legyek immortál. Visions of us all. Future and past. Bear witness. Igen, most az lettem? Super Saiyan? Nem tudjuk. Éld át Kion emlékeit. This is the Immortals. Ennyi cinematik van ma. Bestowed with righteous power by Deodessa the Builder. Én is akarok olyan köpen. To defend sanctuary against the burning hells. To use their strength to keep the relentless demons at bay. To be a beacon of hope and light. But victories are temporary, and the immortals can never relent or yield. Even if all hope seems lost, they must find the courage to stand defiant for all time. Yes! Én akarok lenni az angyali védelmező, ha szétírtom a démonokat. Jó, Kion. You know now why you called. Jó. Most gondolom egy ilyen milyen jól néz ki, hogy ilyen távoli a kamera, láttátok? Ilyennek kéne lennie alapból. Tök jó, hogy így ki volt zoomolva. Vajon mennyi a sztorban, hogy immortál legyek? And for that alone, they will kill. But they do not know you, not truly. Show them. Azt a kurva. Banish your fear. You have proven yourself. Ott vannak a játékosok, akik le akarnak győzni, de én vagyok Kion. A méltó angyali védelmező, az immortális. És várja, új spelljeim vannak! Verekedés! Yes! Bondrók! Milyen kurva jó fazek! Milyen kicsik! Le kell győzni a Shadow-kat. Halál! Senkik vagytok! Hát ez hatalmas. Nézd meg, Wizardot játszik. Ki játszik Wizardot? Mindenki viccele. They were wrong. You can be worthy. You will be. A pépel erejével végzek veletek. 399. Na, nyugi. Győztünk. Legyőztük a Shadow-kat. Szuper. Now return. End of this dream. Jó. Ez volt egy ilyen kis bemutató. Jó, tehát az immortál játékosok harcolnak a Shadow játékosokkal. Gondolom ez a PvP. Egy része. Közben Anandúri, köszi a 41-et. Közeledik itt is a nyugdíjkorhatár. Múltkor spameltem a kis pingvin emótokat másik csatornán, és annyira megtetszett nekik, hogy volt, aki fel is iratkozott. Micsoda pénzszerzési, gazdasági terve Anandúri, hát köszönöm szépen. Kelvinov, neked is köszi a Prime-ot, Ardi a gifteket, Zsombor, Pilit, neked is nagyon szépen köszi a fél évet, Quest, neked is még egyszer a cheert, köszönöm szépen, srácok. Are you back with me? Good. Remember, we are but one side of the coin. Na, being an immortal. The immortals defend sanctuary from burning hells by becoming an immortal, you inherit the power and legacy of the ancient Nephalem. Világos, ezt megbeszéltük. Hol a jutalmam? Az immortálok mindenféle egyedi jutalmakat kapnak. Az immortálok vezetője és vezetői különleges koronákat kapnak, különleges képességeket és extra statokat. Igen. Van egy ilyen korona, ami biztosítja az immortálok rangját. És extra lootot is kapnak. Anyjukat. Na ezé kell fizetni. És vannak kozmetikai jutalmak is. Aha. Goals. Vannak daily questek, meg kell védeniük ezt a szent voltot.
Gondolom vannak ilyen raid bossok is. Meg valami rítusok. Jó lenne ezt így gameplaybe bemutatni játék, hogy mi az Isten. Nem így elolvassam az összeset, de jó. Jó, meglátjuk, mennyire kell lesz nekünk tudni. Visszamegyünk. Megkérjük majd E-Hunter apukáját, hogy vegye meg nekünk az immortál státuszt a játékba. Jó, tudom, update-elt a scrollom, ne bomoljál. Még kell ezt lássam. Itt annyi overview van, öcsém, hogy... Ja, ezt meg vissza lehet nézni a cinematikot. Jó, a Shadow még le van lokkolva, tehát... Janitom, most a Shadow-kat fogjuk megismerni. Chatting with the unspoken. Normally access to the Court of Whispers is restricted to our members only. Enter the Court of Whispers. Aha. Itt vannak a Shadow-k, a Kricsma pincéjébe bujkálnak. Aha. Gondolom most itt megnézzük, hogy Shadow-ként mik vannak. Gondolom ez alapvetően egyébként, tehát gondolom nem olyan bonyolult. Tehát, hogy gondolom ez ilyen szerver szintű mechanika. Mindig vannak az immortál játékosok, akiknek elérhető extra raid, meg extra loot, meg ilyen extra dolgok. És akkor vannak a Shadow játékosok, akiknek szintén vannak gondolom extra küldetései, hogy átvegyék az immortálok helyét, és akkor egy hétig ők legyenek az immortálok. Tehát, hogy gyanítom, ez egy ilyen szerver szintű mechanika, hogy a Shadow-knak le kell győzni, mit tudom én, minden héten az immortálokat, és akkor ők lesznek az immortálok, és akkor így pörög. És akkor éppen a héten immortál, akkor az van raidje, meg mit tudom én, gondolom, extra contentek. Köszi, Wilson. Akiba, daughter of Deodessa, founded the Shadows. Though she is long departed, her spirit is with us always. Touch the ever-burning font, and let her wisdom mark you. Na, most kipróbáljuk a Shadow-t is. Gyanítom ebbe az energetikus kútba. You think you have what it takes to walk this path? Many say they want to protect others. We test the immortals. Gyakorlatilag ezek a Shadow-k tesztelik az immortálokat, ugye, hogy méltók-e a pozíciójukra, és ha legyőzik őket, azt jelenti, hogy nem, és akkor a Shadow-k az lesznek az új immortálok. Ja, nyilván itt csak az a kérdés, hogy konkrétan ez milyen gameplay-en jár. Az elmélet világos. A dark burden given. And a hidden force created. Kigyomlálják a gyenge immortálokat, igen. Step up, should the mightiest immortal fail. The shadows, constant challengers to the would-be defenders of sanctuary. They would test the immortals, looking for weakness and apathy. Led by Akiba, the shadows would overthrow the immortals when the time was right. But even in victory, she knew her watch had just begun. For this is an eternal cycle. Elvette a koronát. Aha. The battle hall of a great hero. My brother was a great hero. The strongest, the wisest. És akkor közben van egy kis lore háttér, hogy itt az Akiba a testvérétől próbálta meg elvenni a koronát. Challenge the Immortals. Na gyere, most a másik oldalon vagyunk. Sokat magammal. Nem, nem. Ne vörvindezzél, hát én vagyok a vörvindező, te. Áó, nem látok, Móni. Győzelem. It had to be done. Good that you did not hesitate.
Na jó, de 30 ember üt egy immortált, hogy döntik el, hogy ki lesz az új immortál? Mind a két frakcióban sokan vannak szerintem. Most csak itt a gameplay miatt mutatja úgy, hogy egy ember az immortál. Szerintem ez ilyen csapatos történet. Meg a lore-ban is úgy mondta, hogy több immortál van. Should the immortals become unworthy of their station, we will be there to remove them. Jó, világos, értem. Ne mondd el még egyszer, hogy mit csinálnak a shadowk meg a immortálok, mert megőrülök. And now you know the truth. Are the ones making sure the immortals never become corrupt or complacent? Yes. Though Akiba and Kion are long dead, you may simply continue. Listen for rumors. Jó. Megbeszéltük. Megyünk Deckard bácsihoz. Immortál úgy is lehetsz egyébként, ha az Immortál vezetője meghív. Ó, hát akkor csak streamernek kell lenni. Streamernek kell lenni, ki kell adni a szervernek, hogy szerezzék meg az Immortál rangot, és utána be kell vásárolni magad. You're back. Did your secretive friends turn out to be helpful? Did your secretive friends turn out to be helpful? They are skilled at fighting demons. Yes. Thankfully, everything has been prepared. Thank you, once again. És akkor most egyébként mehetünk tovább a sztorival, mert ugye eddig nem tudtunk kihajózni, mert nem állt készen a dolog. Érd el a 46-os szintet, na ne baszál már föl. Kérem a first key rewardomat, nagyon jó. Fasza. Nyomunk akkor egy riftet. Nem tudom, van-e crestem, szerintem tegnap elköltöttem a cresteket. This station is fully operational. Rare questjeim vannak még. Mehet. Elvileg rare questtel van esély legendári gemre? Csak kisebb, ugye? Vagy nincs egyáltalán? Hogy van ez a pay to win dolog? Hát vagy bountyzhatunk, mindjárt megnézem, hogy mi a featured aktivitás. Elég egyet betenni? A rareből nem éri meg a hármat betenni? Never tell me the odds. Igen, ez erre a játékra különösen igaz. Zsákutca. Na hol vannak a rare mobok? Nem állunk meg izé csicskulanduszéknál. Ne üssed őket, csak a rare mob. Is that all you've got? Nézd meg, egy rare mobot nem kapunk. Ez nem lesz egy speedrun. Aha. Ja, így csak rare-esed, aha. Na végre. Jó, mindjárt jobb. Taste the fury of the ancients. Taste the fury of the ancients. Empowered shrine. Hú, ez cooldown csökkentő, baszó. Yes! Yes! Zsír. Na még két pak kellene kb. Itt van egy. Azért eléggé lehet baszni, hogyha rendesen ki van buildelve a karakter, így a levelinkhez is. Mondjuk nyilván az Elder Riftek nem nehezek. De azt mondtátok, hogy a kampány vége elég challenging lesz, úgyhogy kíváncsi vagyok.
kis mini bal. Ne pukkanj! Ne pukkanj, mert tudok healelni, hiába pukkansz. Annyira király a hangja. Haló? Várjál, bagol! És jó. Ott a free-to-play loot, semmi. Az nem igaz, mert rúnákat kaptunk a kraftoláshoz, az is valami. Nem sok, de valami. What can I do for you? A job well done. A job well done. Challenge riftet kéne csinálni, vagy dungeont, az több XP. Vagy bountyzunk. Mindjárt megnézzük a kódexet. Kódex? Mi a mai menü? Ó, mindjárt megvan a Battle Pass XP. Várjatok, meg is lesz. Zsír. Meg is van a szintlépés, király. Nem kell sokat baszakodjunk. Kaptunk aspiráns kulcsokat, azt még nem tanította meg a játék, mire jó. A bestiary, a feature cucc, ez a legszaram. Jó. Ding ding, level 46, mehetünk tovább. Van itt egy horror drink quest. Four wolves wet their paws. I will show you truth hidden within the city of the light. Tehát van itt még egy mechanika. Van itt még Westmarchban valami, lehet, hogy Legacy of the Horror Dream. Még van itt valami. Igen. Taníts, mester. Inspect the fountain. Várja, nem ez a helikvárium. Köszi a Hideller invite-ot, most nem kell. You have performed well to carry our legacy this far. Do not be alarmed. Only you can hear my voice. Hello? Follow its sound. Yes, I will follow your sound. Yes, tell me where to go. I am called Ibn Fahd. I give you a gift that will advantage you in your war with the fiends. Yes, I am in war with my fiends, yes. I recognize your voice from the stone. I am but a memory preserved. Once I helped found the Harad-rim at the demands of the Archangel Tyriel. Archangel Tyriel, we yes. We slew some of the greatest evils on Sanctuary. But we could not conquer death. The Order, too, has gone. You hold a remedy of a kind. The vessel you carry is meant to pass our greatest traits to future Harad-rim. I bring you to hear the teachings of the Order in our own words, that you may use the vessels well. Should you survive, it will be your charge to recover the others. And make our power your own. Na ez megint valami titkos szanktum itt. Come closer, aspirant. Megint valami titkos dungeon van itt még Westmarch alatt. Na oda nézzetek. Annyi szisztem van ebbe a játékba. What is this place? A gate. Out of the city to our legacy, where we bled out our strength for only those prepared to face our trials. Na, ezek valami isteni próbák megint. Sanctum Sanctorium. It's merely a beginning. Step through the portal and learn. Step through the portal and learn. Na nézzük, mi van még. It's quiet as a tomb in here. Oh, right. This is a bolt of dreams, not bones. It has been long since any visited these chambers. Longer still, since any paid their respects. Legacy of the Horror Dream. Select a vessel slot. Igen. Ezt ide belerakom. Ezt korábban megszereztük, már nem tudom honnan. Azt hiszem Reefből. Aha, belehelyeztem egy ilyen Horror Dream vessel-t ide. Ez egy armor penetration-ös gem. Bónusz. Jó, statot ad. És akkor ezt lehet upgrade-elni Zafirral.
Az Gem, nem? Garnet Beryl. Jó. Igen? Now, tök mindegy, van itt valami kör, ami forog és tatottad. Ez a lényeg. Head to the Sanctum Depths. Azt mondja, menjek tovább. Sanctum Depths. Ha megyek a Sanctumba. These trials shaped us. And the vessel you carry. So, I pass the trials and inherit the power of the Horadrim. In part. Ah, itt droppolnak ezek a kulcsok. Everything's in pieces these days. Akkor ez is valami mini dungeon. Gondolom ez is valami daily vagy happy quest statokért. Na, de itt minden ilyen kulcsokat droppol. Ezek a kulcsok voltak a Battle Pass-ben is. Igen. Most akkor itt meg kell ölni mindent, mert minden dobhat ilyen kulcsokat. Bár most kicsit elfogytak, ahogy nézem. Megkaptuk az ingyenes maximum kulcsokat. Arkanzer, nagyon szépen köszi a giftet, kisgetó a csírt. Magical Reaper, neked is az 500-as csírt. Nagyon-nagyon szépen köszi.